Minden korábbinál hatékonyabb ösztönző vagy fegyelmező eszköz lehet az új kreditrendszer, amelyet januártól vezetnek be a magyar börtönökbe. Minél több pontot gyűjt majd egy elítélt, annál kedvezőbb körülmények között töltheti majd a büntetését, de ehhez nem lesz elég a jó magaviselet. A munka és a tanulás mellett például személyiségfejlesztő tréningekre is kell majd járni. Az ellenszegülésnek pedig pontlevonás és szigorítás lesz a következménye. A fiatalember nevét kérésére megváltoztattuk, nevezzük Péternek. Csalásért és kábítószerrel való visszaélésért fegyházbüntetést kapott, vagyis a legszigorúbb fokozatot. De ő a rabok azon elenyésző kisebbségéhez tartozik, akinek sikerült ezen változtatnia. Fegyházat kaptam, igen, viszont volt lehetőség fokozatot váltani, és váltottam. Jó viselkedés kapcsán szokta ezt a BV bíró megadni a fogvatartottaknak, illetve a javuló tendenciát kell mutatni. De akkor ehhez bírósági ítélet kellett. Persze, így van. A legfrissebb 2021-es adatok szerint a 18.000 fogvatartott közül mindössze 321 embernek engedték meg, hogy enyhébb fokozatba kerüljön. Holott a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezzel lehetne a legjobban motiválni a rabokat, hogy valami értelmeset kezdjenek magukkal. Csak hogy jelenleg ehhez még kivételes teljesítmény kell, és egy megértő BV bíró. Hatalmas motiváció volt, hogy én azt elérjem. Tehát ez annyit jelent csak, hogy csak idézőjelbe, de annyit várt el a BV, hogy magammal foglalkozom, hogy azt az időt, amit itt töltök, azt arra tudjam kihasználni, hogy értékesebb ember legyek. Elkezdtem tanulni, dolgozni, különböző foglalkozásokon vettem részt, elvégeztem szakmákat. Péter 6,5 évet kapott, ebből több mint 5 évet dolgozott azon, hogy enyhébb körülmények közé kerülhessen. Mindezt úgy, hogy közben semmi garancia nem volt arra, hogy tényleg meg is kapja az enyhítést. Ezen fognak most változtatni. A hazai börtönrendszer jelenleg alapvetően 3 fokozatból áll. A legenyhébb a fogház. Ide kisebb bűncselekményekért kerülnek az emberek, kisértékű csalásért, bolti lopásért, de ide kerülnek például azok is, akik nem fizették be a bírságaikat, így le kell ülniük. Az elítéltek viszonylag szabadon mozoghatnak az intézményen belül, külső munkahelyeken is dolgozhatnak, és ami talán a legfontosabb, sokat, akár heti 120 percet beszélhetnek az otthoniakkal, barátokkal, és évente akár 15 nap eltávozást is kaphatnak. A következő fokozat a börtön. Itt már sokkal inkább a zárkájához van kötve az elítélt, kevesebb tárgyat tarthat magánál, a telefon még jó magaviselet esetén is maximum heti 100 percre csökken, eltávozás pedig csak kivételes esetekben kapható. A legszigorúbb fokozat a fegyház. Igen, jól látják, a zárka pont ugyanúgy néz ki, mint a börtönfokozatnál, csak ezt sokkal kevésbé lehet elhagyni. A nap 24 órájából 23-at töltenek itt a lakók. Jellemzően drogkereskedők, nemi erőszaktevők és gyilkosok kerülnek fegyházba. A telefon a legjobb magaviselet esetén is legfeljebb heti 80 perc, de ha a fogvatartott ellenszegül, akár 20 percre is lecsökkenthetik. Magyarországon a bíróság dönti el, hogy az elítélt milyen fokozatban tölti le a büntetését, vagyis milyen körülmények között kell eltöltenie a következő éveket, évtizedeket. Ez a rendszer azonban, mondta Somogyvári Mihály BV ezredes, túl merev. Ezért itt az ideje a reformnak. A végrehajtási fokozatok, amik alapvetően meghatározzák a működési keretet, azok egy múltban elkövetett cselekményre, egy bűncselekményre vonatkoznak. Mi viszont nem bűncselekményeket tartunk fogva, hanem bűnözőket tartunk fogva. A merev rendszer miatt jelenleg egy elítélt akárhogy viselkedik, alapvetően ugyanabban a fokozatban marad, amire a bíró ítélte. Például előfordul, hogy valaki egy enyhe bűncselekmény miatt fogházba kerül, de ettől még lehet egy agresszív szociopata. Attól még, hogy valaki aktuálisan egy nem erőszakos bűncselekményért tölti a szabadságvesztését, attól még az elképzelhető, hogy neki akár korábbi bűncselekményei, nagyon is akár szélsőséges erőszakos cselekmények voltak. De igaz a másik véglet is. Attól, hogy valaki fegyházba kerül, még nem biztos, hogy megátalkodott bűnöző. Ismerjenek meg egy másik fogvatartottat, kérésére szintén nem a saját nevén szerepel, nevezzük Károlynak.
Nyíregyház fokozatban a nap 24 órájából 23-at vagyunk zárkán. Károly civilben IT szakember. Azért került fegyházba, mert súlyos drogfüggő volt, és ennek kapcsán mondjuk így rossz társaságba keveredett. Most már évek óta tiszta, igyekszik mintarabként viselkedni, de a lehetőségei erősen behatároltak. Csak az motiválja, hogy feltételesen előbb szabadulhasson. Van kedvezményem, tehát én azt mindenképpen szeretném megkapni, ha lehet akkor, amikor az esedékes lesz. Én éppen ezért minden olyan szabályt, amit megkövetelnek tőlünk, azt próbálok betartani. Károly a jelenlegi rendszerben csak annyit tudott elérni, hogy a fegyházon belül legalább az úgynevezett enyhe rezsimbe kerüljön, de ez továbbra is fegyház. A rendszer jelenleg úgy próbál különbséget tenni az együttműködő, passzív vagy éppen ellenszegülő rabok között, hogy úgynevezett rezsimek beosztja őket. Minden fokozatban három rezsim van, enyhe, általános és szigorú. A rendszerben tehát meglehetősen sok, 9 variáció van. A gond az, hogy a rabok csak a fokozatokon belüli rezsimekben mozoghatnak, akármennyire jól vagy akármennyire rosszul viselik magukat. Tehát, hogyha egy börtönfokozatú fogvatartottat bevonul vagy elővezetnek, akkor főszabály szerint általános rezsimbe fogják besorolni. Ebből ő eltérhet egyel enyhébbe vagy egyel szigorúbba. Hát ez egy nagyon korszerű kódex. 2024. januárjától azonban minden megváltozik, mondta Kónya István, az Igazságügyi Minisztérium miniszteri biztosa. A bíróság továbbra is fogházra, börtönre vagy fegyházra ítéli majd a bűnözőket, de amint bevonulnak, új rendszer várja őket. Amit az ítéletben büntetésvégrehajtási fokozatként a bíróság meghatározott, az fogja meghatározni a büntetésvégrehajtás kezdetekor azt az első kategóriát, amelyben az elítélt a büntetés végrehajtását megkezdi. Innentől kezdve azonban már a büntetés végrehajtásában a fokozat megszűnik, elveszti a jelentőségét, és az egész büntetés végrehajtás rendjét a kategória rendszer fogja meghatározni. Neve száma. Januártól a jelenlegi 9 fokozatú rezsimrendszert 5 kategória váltja fel. Az 1-es a legenyhébb, az 5-ös a legszigorúbb. Minden elítéltre először egy 30 napig tartó vizsgálati időszak vár, feltérképezik a kriminológiai profilját, figyelik a viselkedését, és végül egy bizottság eldönti, hogy melyik kategóriában kezdi meg a büntetését. Akit fogházra ítéltek, az 1-es, 2-es vagy 3-as kategóriában kezd, aki börtönt kapott, 3-as vagy 4-es kategóriában indít, aki fegyházat kapott, 4-esben vagy 5-ösben. A legfontosabb változás azonban az lesz, hogy a rabok viselkedésüktől függően viszonylag szabadon mozoghatnak a kategóriák között. Azt a követelményt próbálja meg érvényesíteni, hogy az intézeten belül az elítéltet jobban motiválja, egyfajta motivációs előmeneteli rendszert írjon elő a számára, ez az úgynevezett kreditrendszer. Minden elítéltnek lesz lehetősége krediteket gyűjteni. Munkateljesítményért, foglalkozásokon való részvételért, tanfolyamok elvégzéséért lehet kapni. Fontos, hogy önmagában a passzív viselkedésért nem jár kreditpont, vagyis nem elég, ha valaki csak szimplán nem csinál balhét. A pontokért plusz teljesítményt kell nyújtani. Kreditpontok szerzésével elérhető jó teljesítmény kategóriaváltást eredményezhet, ellenkezőleg a fegyelemsértést és esetleg egy pont elvesztésének a következménye pedig akár visszasorolást is eredményezhet. Minden fogvatartott számára a büntetés kezdetén meghatározzák, hogy pontosan mit várnak tőle a kreditpontokért, mennyit kell dolgoznia, milyen tanfolyamokat kell elvégeznie, milyen tréningeken vagy pszichoterápiás foglalkozásokon kell részt vennie. Havonta egy kreditpontot lehet szerezni, de az, hogy mennyi kreditpont szükséges ahhoz, hogy ő kedvezőbb kategóriába kerüljön, hogy a helyzete változzon, azt minden egyes elítéltre egyénileg lebontva fogják meghatározni. Az új rendszernek kiemelten fontos eleme, hogy minden fogvatartottra egyénileg határozzák meg, hogy mit kell nyújtania a kreditekért, és hány pontot kell elérnie a kategóriaváltáshoz.
Vagyis a rendszer közel sem ugyanazt a teljesítményt írja elő a bolti tolvajnak és a rablógyilkosnak. Értelemszerűen minél súlyosabb bűncselekményt követett el valaki, annál többet kell teljesítenie. Egy gyilkosnak valószínűleg sok évet kell ahhoz keményen dolgoznia, hogy fegyház 5-ös fokozatból 4-esbe kerülhessen, és újabb éveket, hogy esetleg 3-asba. És a megtehető út közel sem korlátlan. A törvény két megkötést tesz. Egyrészt azt mondja, hogy egyes kategóriában volt fogházas elítélt nem kerülhet fegyház fokozza, 5-ös kategóriába, és ellenkezőleg az 5-ös kategóriába sorolt fegyházas akármilyen jól viseli is magát, nem érheti el majd az 1-es kategóriát. Az új rendszer a remények szerint arra fogja motiválni a fogvatartottakat, hogy minél több olyan tudást szerezzenek, amit szabadulásuk után majd hasznosíthatnak. Nem csak szakmákról van szó, hanem személyiségfejlesztő foglalkozásokról is, drogrehabilitációs tréning, kommunikációs foglalkozás, agressziókezelő tanfolyam. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a rabok nagyon sokat hajlandóak tenni azért, hogy enyhébb fokozatba kerülhessenek. Főleg azért, mert így többet beszélhetnek és találkozhatnak a rokonokkal, barátokkal. Károly, a fegyházban ülő IT szakember is elsősorban ezért szeretne küzdeni. Egyrészt nagyon motiválna, másrészt ugye a reintegrációmat is segíteni. Tehát azáltal, hogy ilyen szűkre vannak szabva jelenleg a kapcsolattartási lehetőségeim, ezért csak és szigorúan kizárólag a családdal tudok jelenleg kapcsolatot tartani. Én így is kihasználom maximálisan ezeket a lehetőségeket, viszont gyakorlatilag rengeteg olyan barátom van, akik a szabadulás utáni életemet tudnák elősegíteni a visszailleszkedésemet. Velük is sokkal nehézkesebb a kapcsolattartás. 2024. januárjától minden jelenlegi fogvatartottat át fognak sorolni az új kategóriákba. Egy fő szabály van, senki sem kerülhet rosszabb körülmények közé, mint amiben eddig raboskodott. Onnantól viszont mindenki a saját sorsa kovácsa lesz az új rendszerben.